Tisztázzuk, Benkő, bocsánat, Cseri Tamás szerint bűncselekmény külföldről elfogadni támogatást? Úgy gondolom, hogy a választásokkal kapcsolatban ez konkrétan a magyar jogrend taglalja, hogy külföldi pénzeket választási kampányban nem fogadhatnak el. Cseri Tamás szerint választással pártok, bocsánat, ez egy fontos kitétel volt. Tehát fogadtak el Magyarországon pártok külföldi támogatást? Ez jogsértő valóban. Történt ilyen? De ön nem mondott egyetlen bűncselekményt sem, amivel engem vádolna. Nincs bűncselekmény. Most mondta, külföldről elfogadni pártoknak kampányban támogatást nem lehet. Van ilyen párt Magyarországon? Igen, van ilyen párt, Fidesz. A Fidesz-KDNP fogadott el politikai tevékenységre, külföldről támogatást pártlétére. Soros Györgytől fogadott el támogatást Orbán Viktor. Éveken, évtizedeken keresztül támogatta Soros György Orbán Viktort. Ön szerint Orbán Viktor hazaáruló. Cseri Tamás kimondta, Orbán Viktor hazaáruló. És törvénysértő is. Egyébként akkor még nem volt törvénysértő, megjegyzem. De ön szerint ez hazaárulás. A Mindenki Magyarország mozgalom ezzel szemben nem párt. Teljesen törvényesen fogadhatott el külföldi magyaroktól támogatást. Külföldön élő magyar állampolgároktól támogatást elfogadni ön szerint. Bármiféle gyanús tevékenységet föl. Ez az ország még a tanárait sem bírja megfizetni külföldi támogatás nélkül. Tisztelt Cseri képviselő úr. Hát amikor a tanárok fizetésére nem tudnak adni, anélkül, hogy ne külföldről kunyeráljanak pénzt, az mekkora hazaárulás. Mekkora hazaárulás külföldi érdekeknek kiszolgáltatni Magyarországon. Mekkora hazaárulás volt 150 milliárd forintos lopással letelepedési kötvényeket árulni bűnözőknek és terroristáknak, kedves Fidesz. Az mekkora hazaárulás volt? Mekkora hazaárulás a magyar egyetemek összeadott teljes támogatása helyett annál nagyobb összeggel egy kínai kommunista migráns egyetemet támogatni? Az hazaárulás. A Fudan Egyetem támogatása a magyarokkal szemben. Az hazaárulás. Egy kínai vasutat építeni, amiben semmilyen magyar érdek nincs. Még a szerbek, akik nem mentesek a korrupciótól maguk sem, még az ottani árnak is az 1,6-szorosáért kilométerenként. Az hazaárulás. Nem megversenyeztetni a Paks 2 erőművet, megszegni az Európai Unió erre vonatkozó szabályait, és titokban, sunyogban, eltitkolva, titkosítva a szerződést leszerződni Putyinnal atomenergiára, az hazaárulás. Még a Fidesz is, amikor a Gyurcsány kormány évtizedes energiaszerződést kötött Oroszországgal és azt titkosította, Orbán Viktor ezt hazaárulásnak nevezte. Aztán pontosan ő is ugyanezt a hazaárulást követte el. A Mindenki Magyarországon mozgalom Magyarország történetében példátlan módon fillérre elszámolt a támogatásokkal a külföldön élő magyaroktól kapott támogatással. Ebben semmilyen hazaárulás nincs, semmilyen törvénytelenség nem történt. Az, hogy a Nemzetbiztonsági Szolgálat, vagy éppenséggel a titkosszolgálat, bocsánat, kiért nyomoznak, vagy ki ellen nyomoznak, egyrészt nem tudunk ilyenről, szeretném kijelenteni, hiszen a Nemzetbiztonsági Bizottság egyik tagja elmondta, hogy nem tárgyalták, nem döntöttek ilyenről, nem indult vizsgálat. De őszintén szóval én azt gondolom, hogy mindvégig, a teljes választási kampányban lehallgattak és megfigyeltek minket. Hát tessék elgondolni, ha az iszonyatosan drága Pegasus szoftvert, teljesen ártatlan, büntetlen, ellenzéki gondolkodású újságírók, üzletemberek és politikusok ellen használták. Többek között a Mindenki Magyarország tagja Gyere Szilárd ellen. Amikor itt egy olyan kommunista pártállam stílusát követő Fidesz kormányban Magyarország 1000 éves történelmének legkorruptabb kormánya hatalmon, amely a saját állampolgárait folyamatosan megfigyeli, akkor gondolta-e bárki, hogy ezt az iszonyatosan korrupt kormányt leváltani szándékozó becsületes, tisztességes magyarok majd nem lesznek kitéve a kormány bosszújának? Pontosan tudtuk, hogy jönnek vizsgálatok. Egy csalódásom volt, csak sokkal korábbra tippeltem. Az áprilisi választás után sokkal hamarabbra vártuk azt, hogy majd fognak jönni vizsgálatok, majd kommunikálni fogják, hogy ez mi, és meg fogják tiltani, hogy a jövőben előfordulhasson bármi hasonló. A Fidesz legfőbb ellenfelei az elmúlt évtizedekben Soros, Simicska és a norvég állam voltak. Vajon miért? Mit követett el a szegény norvég állam, hogy Sorossal és Simicskával, a Fidesz fő finanszírozójával egy listára került? Soros és Simicska nagyon sok millióval támogatták a Fideszt. A norvég állam mit követett el vajon? Megmondom. A Fidesztől függetlenül. 77 milliárdos támogatást adott volna a fideszes állam által elkölthető módon Magyarországnak, amiről a Fidesz lemondott, pusztán azért, mert lett volna 3 milliárd, amit nem általa kijelölt szervezetek kaptak volna. Ez hazaárulás.
77 milliárdról lemondani a magyar államnak azért, mert lett volna 3 milliárd, amit jótékonysági szervezetek megkaptak volna, de nem a Fidesz kijelölés alapján. 77 milliárdról lemondani, az hazaárulás. Úgyhogy pontosan tudjuk, én nagyon várom már, hogy a migránskötvények, a vakcina beszerzés, a lélegeztető beszerzés, a kínai vasút, a kínai egyetem és az összes többi fideszes hazaárulás ügyében végre legyen egy vizsgálat és rásmérni kerüljenek Magyarország 1000 éves történelmének legkorruptabb bűnözői. Ezzel szemben a Mindenki Magyarországa mozgalom példát mutatott, úgy, ahogy mi Hódműzővásárhelyen is. Mi minden kampányunk után fillérre elszámoltunk a magyar állampolgároktól kapott adományokkal. Most is ezt tettük 42 ezer soron. Tételesen hoztuk nyilvánosságra azt, hogy mikor mennyit kaptunk, és mikor mennyit költöttünk, és mire. Ennél precízebben, pontosabban, átláthatóbban soha senki nem számolt el. Az ellenzékben is vannak bűnözők, ezeket valamiért a Fidesz soha nem számoltatta el. Erről múltkor beszéltünk, úgyhogy nem fogom felismételni, vagy megismételni ismét. Jó? Tehát semmilyen hazaárulás nincs ebbe. A Fidesz valóban kapott külföldről támogatásokat, folyamatosan kap. Amikor az azeri baltás gyilkost kiengedték, akkor egy titkosszámlára millió dollárok érkeztek. Jó? Ez hazaárulás. A baltás gyilkost kiengedni pénzért, szabadon egy gyilkos szabadon engedni, egy keresztény gyilkos azerit szabadon engedni, hogy otthon nemzeti hős legyen, az hazaárulás. Igen. Kormányok folyamatosan, sorozatosan követi el. Az, hogy az Európai Uniós támogatásokat kockáztatva nem hajlandóak az Európai Ügyészséghez csatlakozni, nem hajlandóak fölépni a korrupció ellen, inkább veszni hagyják az euróárfolyamot, a magyarok életszínvonalát, az inflációt, mindent veszni hagynak, csak ne kerüljenek börtönbe. Ez hazaárulás. És egyébként ő azt mondja, hogy példátlan Hódműzővásárhely életében, hogy valakit megvádoltak volna bármilyen bűncselekménnyel, ez nem igaz. Lázár Jánost. Lázár János ellen nyomozást folytatott az OLAF. Lázár János és Tiborcz István, a miniszterelnök úr veje, közösen követték el hazánk történelmének egyik legnagyobb bűncselekményét, gyanúk szerint. Ez a ledes közvilágítási projekt. Az OLAF, az Európai Unió csalás ellen hivatal részletesen föltárta és vádemelési javaslattal küldte Magyarországra, de itt az egyébként Gyurcsány Ferenc által helyén tartott és megbízott Polt Péter valamiért ezt nem találta elég izgalmasnak ahhoz, hogy bármiféle nyomozást vagy eljárást indítson. Hivatalosan, amikor nyomoztak, akkor sem történt semmi. A sajtóban jogosan mondták azt, hogy nem bűncselekmény hiányában, meg nem bizonyíték hiányában, hanem nyomozás hiányában szüntették meg az eljárást. Ennyit a bűncselekményekről. Jó, de ebben a pártállamban azt gondolom, hogy dicsőség az, hogyha valaki becsületes magyarokat képviselve a lopás ellen föllép, és akkor is az, sőt annál inkább az, hogyha vállalja ennek az ódiumát. A szégyentelen gazemberek részéről. Köszönöm szépen.